Most már több mint 20 éve foglalkozom szenvedélybetegekkel. Napi, heti szinten találkozom olyanokkal, akiknek az életét megkeseríti az alkohol vagy drogfüggőség. Ennek ellenére ma este azt javaslom neked, hogy ne akarj leszokni az alkoholról, ne akarj leszokni a drogokról. És hogyha kíváncsi vagy arra, hogy akkor helyette mi az, amit javaslok, akkor mindenképpen maradj ma este velünk ezen a live-on. Szép estét mindenkinek, mindenkit szeretettel köszöntök. A ma esti live apropóját, vagyis azt a gondolatot, hogy miért nem érdemes leszokni, ezt az inspirálta, hogy szinte minden nap a munkám során, amikor valaki hozzám fordul segítségért, azt mondja, hogy ő tulajdonképpen azért jött, mert le akar szokni. Ez egy nagyon kézzelfogható kijelentés, egy nagyon kézzelfogható vágy sokak számára. Valószínűleg te is ezért vagy csoporttag, te is azért vagy része ennek a közösségnek. Mert ilyen vagy olyan módon szeretnéd rendezni az alkoholhoz, vagy a drogokhoz való viszonyodat. Illetve, hogyha hozzátartozóként vagy itt, akkor meg valószínűleg azt szeretnéd, hogy a szeretted végre leszokjon. Akkor miért van ez a provokatív kijelentés? Hogy merészelek én ahhoz jönni, hogy azt mondom, hogy ne akarj leszokni? Mielőtt erre válaszolnék, engedd meg, hogy egy kicsit körbejárjam az, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy valaki az alkoholhoz és a szerekhez való viszonyát rendezni szeretné. Ez tudom azt, hogy mennyi masszív fájdalom, mennyibe kétségbeesés, mennyi próbálkozás és küzdelem az, ami jellemzi azoknak az életét, akik csapdába kerültek. Ugye ilyenkor természetes az, hogy szabadulni akarunk. Szeretnénk enyhülést, szeretnénk harmóniát, szeretnénk végre nyugalmat, szeretnénk elérni a céljainkat, szeretnénk előre menni, szeretnénk végre rendezni a viszonyainkat, és azt tapasztaljuk, hogy ennek a legfőbb akadálya az vagy az alkohol, vagy a drog. Teljesen nyilvánvaló, hogy akkor azt mondjuk, hogy le akarunk szokni. De miért mondom én ezt, hogy ez nem biztos, hogy célra vezető? Ha el szeretnénk érni mindazt, amit felsoroltam, akkor első lépésben célszerű, nagyon jól megfogalmaznunk magunk számára azt, hogy pontosan mi is az, amivel szemben állunk. Mi is az, ami az a kihívás, ami minket akadályoz a céljaink elérésében. És ez nem valamiről való leszokás. Ha rendezni akarjuk az alkoholhoz való, vagy droghoz való viszonyunkat, akkor sokkal inkább érdemes rászokni valamire. Nem leszokni valamiről, hanem rászokni valamire. Nem nehéz kitalálni, hogy én ma este minek a rászokására hívlak titeket, ez pedig nem más, mint a józanság. Van is ez a szlogenem, hogy szokj rá a józanságra. Tehát tulajdonképpen nem valamitől menekülünk, hanem valamit keresünk. Nem valamit érdemes magunkról lerázni, hanem érdemes valami felé elindulni. És ez sokkal több a józanságra való rászokás, mint hogy egyszerűen azt mondom, hogy keresek valamit az alkohol vagy drog helyett. Hiszen nagyon gyakran kapjuk ezt a tanácsot is, hogy hát érdemes valamivel helyettesíteni. Az, hogy én rászokom a józanságra, az sokkal több, mint hogy egyszerűen valami kis átmeneti pótlékkal lecserélem azt az eszközt, amitől függővé váltam. Mert amikor ezt mondják, hogy hát figyelj, egyszerűen csinálj helyette mást, kezdj el sportolni, vagy valamivel helyettesítsd, akkor zsigeri szinten érezzük azt, hogy jaj, hagyjál már, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem szenvednék ennyire. Tehát ez egy nagyon olcsó tanács, vagy sokszor szinte felháborító kérés az, hogy egyszerűen csak hagyd abba, és akkor csinálj helyette valamit. Ezt érezzük, hogy azért ez ennél egy sokkal nagyobb kihívás. Tehát a szokj rá a józanságra, az ezen túlmutat, hogy én egyszerűen valamivel helyettesítem.
azt az adott szert. De akkor nézzük is meg, hogy mi az, hogy szok rá a józanságra. A szerhasználatot lehet úgy is tekinteni, hogy betegség. Van, aki ugye akaratgyengeségnek hívja. Mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen egy helytelen megküzdési mód. De most ezeket tegyük félre, és nagyon egyszerűen tekintsünk úgy a szerhasználatra, mint egy szokásra, egy szokásrendszer. A függőséget okozó szerek közül szokásként én még a kávét megtartottam, koffeint szoktam fogyasztani. Van egy olyan szokásom, hogy amikor fáradt vagyok, kicsit több energiára lenne szükségem, akkor fogyasztok koffeint. De ugyanilyen szokás az, hogy megmosom minden reggel a fogamat, illetve minden este, és számtalan egyéb szokásom van. Azt gondolom, hogy bátran tehetünk az ilyen típusú szokások és az alkoholhasználati, vagy a droghasználati szokások közé egyenlőségjelet. Az, hogy következményeiben nyilván más, ez oké. Okay. De tulajdonképpen mégiscsak egy szokásrendszerről beszélünk. Miért alakulnak ki a szokásaink? Az emberek miért alakítanak ki szokásokat? Miért úgy vagyunk gyárilag beállítva, hogy folyamatosan szokásokat alakítunk ki, sőt, a gyermekeinket is arra tanítunk, hogy kialakítsanak szokásokat. Akár az iskolába járás, akár a gyerekkori étkezés, legyen az bármi. Azzal vagyunk mi emberi lények elfoglalva, hogy szokásokat alakítsunk ki magunk számára. És ez könnyen megy, mert az agyunk úgy van megteremtve, úgy van megalkotva, hogy keresi a kiárt utakat, keresi azt, hogy hogyan lehet leegyszerűsíteni a dolgokat. És miért? És abban már abban az előző mondatban benne is volt a válasz. Azért vannak szokásaink, hogy az életünk egyszerűvé váljon. A szokásaink segítenek minket abban, hogy a hétköznapokban boldogulni tudjunk. Az agyunk, az a szervünk, amelyik elképesztő mennyiségű energiát használ fel a működéséhez. Ezért nyilván szeret az energiával spórolni. Nem akarja minden egyes alkalommal feltenni magának a kérdést, hogy ez mi? Újra és újra megvizsgálni, eldönteni, megtanulni. Ezt egyszer megtanulta, tudja, hogy ez egy kanál. A szokásaink is nagyon ismerős elemekből összetevődő sorozatok tulajdonképpen, amiknek az a célja, hogy segítsenek minket. És ugyanígy, tehát az alkoholhasználat és a droghasználat is lényegében egy szokás. Nyilván egy olyan szokásrendszerről van szó, ami egy idő után aztán okozhat még több problémát, még több fájdalmat. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy le akarunk szokni, akkor semmi más nem akarunk tenni, mint új szokásrendszert kialakítani. De vajon hányszor közelítjük ezt így meg? Hányszor fogalmazódik meg bennünk az, hogy valójában ez csak egy szokás? Ha képes vagy ezt így nézni, ennyire vegy tisztán, ennyire a lényegre látóan, akkor rá fogsz jönni, hogy tulajdonképpen nincs más dolgom, mint új szokásrendszereket kialakítani. Olyan szokásokat, amik segítenek abban, hogy bizonyos lelki szükségleteidet ki tud elégíteni. Olyan szokásokat, amik révén könnyebben tudsz másokhoz kapcsolódni. Amiknek révén könnyebben tudod kezelni a stresszt, ami révén könnyebben, akár gyorsabban tudsz megelégedettséget érezni magad kapcsán. Ami révén el tudod érni azt, hogy tiszteljed magadat. Aminek a révén el tudod érni azt, hogy örömet tapasztalj meg. Tulajdonképpen a szokásaink azok ebben segítenek, tudnak a szolgálatunkra lenni. Tehát a szokra a józanságra az valójában azt jelenti, hogy új egészséges, nem egészséges, számomra igazán jutalmazó, igazán örömteli, igazán kifizetődő szokásokat alakítsunk ki. Van egy kedves ügyfelem, ma dolgoztam vele, és egy nagyon érdekes élményéről számolt be. Nem is érdekes, hanem ez nekem volt inkább meglepő,
hogy milyen gyorsan kapcsolt és tapasztalt meg valamit saját magán. Adtam neki egy feladatot, egy önmegfigyelési gyakorlatot, a gondolathalászás technikáját, majd el fogom egyszer mondani itt is, hogy mi ez a gondolathalászási technika, amit ő kipróbált. És az ő ivási szokásrendszere az az, hogy elmegy a kedvenc cukrászdájába, vagy bárhova beül, és ott elkezd iszogatni. És jellemzően ez az iszogatás jó pár pohár elfogyasztását jelenti. Indul egyel, aztán jön a másik. És erről mindig úgy számolt be, hogyha én elkezdek inni, akkor már nincs megállás. Tehát ha megvan az első pohár, akkor már biztos, hogy jönni fog a következő. És ma arról számolt be, hogy azt vette észre, hogy az első pohár után meg tudja állni, és nem iszik többet. És aztán hazament. És aztán ez megint megtörtént. És megfigyeltük, hogy összefüggés lehet a között, hogy ő ezt az úgynevezett gondolathalászási technikát elkezdte alkalmazni. Alkalmazott egy önmegfigyelési gyakorlatot, ami észrevétlenül kihatott az ő ivási szokásaira. És akkor mondja, hogy amikor ott ül és megitta az első pohárral, és utána könnyedén erőlködés nélkül abba hagyta, és utána hazament, akkor elkezdett azon gondolkodni, hogy hát ennek akkor mi értelme, hogy én egy pohárral iszom? Hát akkor ugyanennyi erővel ihatnék akár helyette vizet is. Tehát, hogy nekem akkor úgy ezek szerint nincs is annyira szükségem az alkoholra. Hozzáteszem, hogy azt tudnotok kell mindenféle részletes titok felfedése nélkül, hogy ez az ember nagyon komoly kihívásokkal küzd. Mint a magánéletben, mint a munkában, a gyermekkorán néznénk, akkor ott nagyon komoly traumák érték őt. Tehát nem úgy gondoljatok erre valakire, hogy csak egy ilyen lájtos, iszogató valaki, hanem azért neki komoly munka ez. De ennek ellenére ez az élmény, ez a tapasztalat egy annyira intenzív élmény volt számára, hogy ő elkezdett azon gondolkodni, hogy akkor egyáltalán van-e értelme a csökkentésnek, van-e értelme annak, hogy csak egy pohárkával igyon, lehet, hogy ezen túl sokkal egyszerűbb, hogyha végleg elhagyja az alkoholt. És ugye ez milyen egyszerűnek tűnik? Most kb. A hatodik alkalomnál tartunk a konzultációban, és eljutott oda, hogy azt tudta mondani, hogy bár sikerült megállni egy pohárnál, de ennek semmi értelme. Akkor inkább egyáltalán nem iszom. Míg ezzel szemben biztos, hogy lett volna olyan, mert van ilyen ügyfelem is, aki azt mondta volna, hogy oké, akkor azt az egy poharat fenntartom. Hát ezek szerint működik a kontrollált ivás. Nála ez nem így történt, hanem ő átváltott azonnal, és rájött arra, hogy akkor annak az egynek semmi értelme, és már csak azért sem fog egyet inni, mert akkor azzal tulajdonképpen kockáztatja, hogy esetleg azért mégis a jövőben újra több lesz abból az egyből. Hogy kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Tehát, hogyha megnézzük, onnan indult el az ő tapasztalata, hogy a szokásaiba bevitt egy új elemet, vagyis az, hogy elkezdte a gondolathalászás technikáját alkalmazni, vagyis a mindennapokban odafigyelt arra, hogy mit érez, mit gondol, és ezeket lejegyzetelte. És ez az új szokás, ez kihatott az ő ivási szokására. Egyetlen egy alkalommal nem mondtam neki a konzultációnk alatt, hogy szokj le. Nem mondtam neki azt, hogy soha többet nem ihatsz egy kortyot sem. Nem mondtam neki azt, hogy ha csak egy pohárkával iszol, akkor úgysem fogod kibírni, és még többet fogsz inni. Nem kellett nekem, és neki sem, azt szajkózni és mondogatni, hogy le kell szoknom. Hanem egyszerűen bevittünk az életébe egy új szokáselemet, amit korábban nem csinált, tehát vagyis rákezdett szokni a józanságra, új szokásrendszerek kialakítására, és azok a szokások elkezdenek kihatni az ő alkoholhoz való viszonyára. Természetesen még nem ért célba, még az útnak csak az elején van, lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek.
lesznek újabb kihívások számára természetesen. Tehát nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül ennyire egyszerűen megoldható lesz, de elképzelhető az, hogy számára ez hozhat egy nagyon komoly áttörést. Ugyanis az is kiderült, hogy ez az illetőre nagyon jellemző, hogy mérlegel. Eleve olyan a mentalitás, vagy olyan a személyisége, hogy ő a dolgoknak megnézi az előnyeit és hátrányait. És jellemzően hozzá van szokva ahhoz, hogy hozzon racionális döntéseket. És ez a szokása itt nagyon jól érvényesült, mert rájött arra, hogy hát nézd, járok terápiára, az egy csomó pénz, ha az egy nem adja azt a hatást, akkor minek csináljam. Tehát ő tulajdonképpen ösztönösen ráérzett arra, hogy nem kéne saját magával szemben, hát hogy mondjam, nem tudom szebben mondani, ez jutott eszembe, hülyének lenni, vagy saját magát hülyíteni, hanem ő képes arra, hogy nagyon tisztán lássa önmagát. Van, akinek ez nehezebben megy. Neki van egy ilyen személyiség vonása, és ezzel nagyon jól rá lehetett erre erősíteni, és én ezt vissza is jeleztem számára. Neked is lehetnek olyan személyiségvonásaid, olyan egyéb szokásrendszereid, amire nagyon jól rá lehet építeni a józanságot, mint tulajdonképpen a függőségednek a tárgyát. Tehát érdemes leegyszerűsíteni ezt az egész folyamatot, és azt mondani, hogy csak szokásokról van szó, szokásaink vannak, amik az életünket akarják megkönnyíteni. Tehát nem leszokni akarok az alkoholról, nem leszokni akarok a drogról, hanem megnézem, hogy milyen új szokásokat tudok behozni az életemben. Olyanokat érdemes behozni, amik segítenek abban, hogy boldoguljak. Érdemes felismerni azt, hogy a szokásaink azok egyébként jót akarnak nekünk. Tudom, hogy ez furán hangzik, így záró gondolatként, de az alkohol és a drogfüggőséged az jót akar neked. Le akarja egyszerűsíteni az életedet. Úgy gondolja a tudat alattid, hogy neked ez így jó lesz. Fontos, hogy erre ránéz, mint egy szokásra, megköszönd, hogy eddig veled tartott, és ebbe az irányba együtt mentetek, és most dönthetsz úgy, hogy elkezdek új szokásokat kialakítani. És ahogy ebben a kliensem történetében is hallottad, érdemes elindulni másfelől. Tehát tedd fel magadnak a kérdést, mik az életemben a vezető szokások? Mi az, amit minden nap csinálok? Mindaz, ami nem függ össze az alkohollal, nem függ össze a droggal. Nézd meg, hogy azok közül mi az, amihez a leginkább hozzá tudsz nyúlni. Kezdj el azon változtatni, és aztán meglátod, hogy mi fog történni. Tehát ma este azt javaslom, hogy semmiképpen se akarj leszokni, se az alkoholról, se a drogról, hanem akarj rászokni a józanságra.